Tehát segítőim Noémi és Karola, akik a testek térfogatméréséből készültek. Meg is kérem őket, hogy meséljék el, hogyan gondolják a térfogatmérést elvégezni, főleg az olyan testek esetében, amelyek nem szabályosak, amelyekre nincsen igazán formula. Ki az, aki a térfogatmérésről? Karola fog nekünk segíteni, akkor mondjad, mi ez a feladatunk, és hogyan fogjuk végrehajtani a mérést. Az lesz a feladatunk, hogy egy szabálytalan alakú testet, tehát egy krumplit majd belerakunk 5 decilitermi, illetve 4 decilitermi vízbe, és megnézzük majd, hogy mennyi vizet szorít ki a krumpli, és az alapján meg tudjuk majd állapítani a térfogatot, a krumpli térfogatát. Mert ugye a térfogat az az a mennyiség, amely megadja, hogy egy adott test mennyi helyet foglal el a térben. Ez teljesen jó. Tehát a térből való kiszorítás, ugye a testek elfoglalt helye, térfogata, térfoglalása, úgyhogy ez egy jó ötlet, akkor szabálytalan test térfogatát a kiszorított víz mennyiségének mérés térfogatával fogjuk összehasonlítani, azzal tesszük egyenlővé. Jó, tehát akkor a ismert mennyiségű, magasságú víz változását, magasság változását fogjátok mérni a test behelyezése után. Akkor mutasd Karol, akkor melyik az, ami be van állítva, 500? Akkor itt van 4 decilitermi. Jó, azt mondjuk a kamera látja ezt a... Tehát akkor megjelöltétek a mérőhengerben, hogy mennyi a víz maga, a térfogata, a víz magasságát. És akkor ezután belerakjuk az egyik krumplit, és megnézzük, hogy 4 deciliterről meddig emelkedett fel. Ez olyan körülbelül 570 milliliter. Jó, én ezt föl is jegyzem. Noémi, ezt a tollamat adj csak ide, ott azt a sarkánál. Tehát 570 milliliter, tehát 400-ról 570 milliliter lett ugye a változás. Tehát akkor ebből mennyi is a térfogata ennek a burgonyának? Tehát akkor 170 milliliter. Jó. Rendben van. Akkor ezt megcsinálnánk több testtel is, megcsinálnánk tojással, ha az a tojás... A tojás valószínűleg elmerül, ugye? Igen. Tehát tojás, az szerencsénk volt, hogy a burgonya is elmerült, mert különben akkor csak egy részét szorította volna ki. Ugye eljuthatnánk az úszás feltételéhez. De úgy néz ki, hogy akkor a sűrűsége a burgonyának nagyobb, mint a víz sűrűsége, és elsüllyedt.